Szavaztok ma este egy nagyon egyszerű dolgot fogok elkészíteni nektek, ami szerintem mindenkinek könnyen fog menni. Ez a gyrosz, gyrosz házilag sütőbe, tehát nem kell elvándorolni sehova, meg tudjátok ti is csinálni. Fogtam egy agyagedényt, egy köcsögöt, vagy bármilyen kisebb fajta dolgot, hogy ne boruljon el a burgonya, majd látjátok miért kell ez. 2 darab nyers burgonyát, amit úgy megvágtam nagyjából, próbálom mutatni, alját, hogy szépen megálljon, és oldalt, hogy a másik burgonyához hozzáfeszüljön. Hurkapálcikák, levágtam, ugye hegyes végre, két hurkapálcikát, amit most én ebbe a burgonyába belehelyezek, nem baj, a teteje egy kicsit szétjön, majd úgyis összehúzom a hússal. Látjátok, itt a másik technológia, és benne van. Tessék, kőkemény, feszes. Előkészítettem a húsit, ami csirkemellből áll, mi legalábbis itthon ezt szoktuk elkészíteni. Lehet saját fűszerezésű csirkemellet csinálni. Én ezt a grill sülcsirke, sült oldalas fűszert használom most, de egyénileg mondom só, bors, fokhagymával, oregánóval, bazsalikommal, kakukkfű, szurkfű, mindennel meg lehet csinálni ezt a dolgot, kinek milyen a ízlése. Mi ezekkel a fűszerekkel nagyon szeretünk dolgozni itthon, tehát ebből fogom elkészíteni a folyamat. Fölvágtam nagyobb darabokra a csirke mellett, mint látni, majd mindjárt látjátok, amikor fölfűzöm. Fölvágtam nagyobb darabokra, egy nagyon pici 2-3 evőkanál olaj bele, és ez a fűszer keverék, plusz tettem fekete őrölt borsot hozzá, meg egy nagyon pici sót, jó? Tehát most elkezdjük fölfűzni. Mutatom, nem egy nagy bonyolult, ilyen darabokra vágtam föl a húsit, és ugye mind a két pálcát fogja, elkezdem ráfűzni egyet ide, egyet oda. Ebben az az érdekesség egyébként, hogy itt az alatta levő burgonya is nagyon finoman meg fog sülni, tehát az is utána elfogyasztható héjába sült burgonyának, és az a finom szaftos lé, ez rá fog csorogni erre a burgonyára, tehát nem érdemes kidobni, meg stb. Mindenképpen érdemes ezt elfogyasztani. Látjátok, így fűzöm föl. Most lehet, hogy egy nagyon-nagyon picivel több lesz a húsi, mint szoktam elkészíteni, de akkor majd legközelebb csinálunk még egyet, vagy leteszem a mélyhűtőbe. Hát egy 4 személyes családnak így estére egy ilyen dózis általában elég szokott lenni, legalábbis nekünk, de ha másnapra marad, akkor vagy pitával, vagy sült burgonyával, ki hogy szereti, el lehet fogyasztani. Látjátok, ekkorák a húsok, hogy kényelmesen majd, miután megsült, egy éles késsel tudjam szeletelni apró gyrosz mintára, mint ahogy a nagy helyeken árulják. Persze ez egészen nem olyan, de az illúzió, meg hogy sütőbe sül, ugye az fontos, hogy kinézetre, ízre ott legyen. Na most azért látjátok, nagyon fontos ez a tál, amivel beletettem, nem engedi majd eldőlni, mert külön csak egy tepsire tennétek, ez eldőlne, elhúzná a hús, stb. Na azért ezt én még rá fogom tenni, én szerintem el fogja bírni. Sütés technológiailag azt ajánlanám, mert ugye most főleg elkezdem összetömöríteni a húst, nem szabad gyorsan kisütni, tehát kezdjük egy olyan 130-150 fokos lassú sütésen az egészet, és szépen, amikor már úgy érezzük egy 25 perc múlva, hogy ugye a közepe is kezd átsülni, ugye kihúzódni, akkor érdemes följebb venni egy 170-180 fokra. Ilyen apróbb darabokat nyugodtan ide mellé be lehet tenni, és az is kiválóan át fog sülni, jó? Tehát fölfűztük a húsit, megvan a tartása, dupla pálcikát csináltunk neki. Aki még nem biztos az egészben, hogy nehogy mégis elhajoljon, itt még egy keresztpálcával, ha akarja valaki hústűvel, át tudja fűzni, jó? Na, nem sokára jövünk vissza, előmelegítem a sütőt, előkészítem a zöldségeket, ugye teszünk bele egy kis salátát, friss salátát, kígyóborkát, paradicsomot, vörös hagymát, lila hagymát, meg addig a pitákat is előkészítem, felvágom,
ugye azt kövön kéne megmelegíteni, hát most nem kövön fogjuk, hanem be fogjuk mikrozni, jó, és akkor szépen betöltjük. Jó, mindjárt jövünk vissza. Menet közben belenézünk a sütőbe. Nagyon szépen alakul a husi. Látjátok, nem dőlt el. Az egyik kicsit elhajol, de tartja a burgonya. És gyönyörűen lassan sül a hús. Hangsúlyozom először 130-150. És ha eltelt egy 20 perc, akkor 25 perc fölvehetjük. 170-180 fokra, és szép ropogósra sütjük. Jó, mindenképpen jövünk vissza a végeredménnyel. Na, ismét itt vagyunk. Megsült a csodálatos csirkemell burgonyágyom. Látni, hogy gyönyörű szaftos, lecsorgott a szaft. Én ezt most kiemelem. Legalábbis megpróbáljuk kiszedni a helyéről. Gyönyörű szépen kijött, ezt a másikat odébb helyezzük, na, tehát ez így néz ki, azért mondtam, látjátok, ha nem teszitek be egy ilyen agyagedénybe, ez eldőlt volna. Közben én a pitát egy kicsit megbelegítettem, odébb tesszük, és elkezdjük leszeletelni egy éles késsel a húsit. Látni, hogy gyönyörű szépen megsült. Végül is, ha elmész valahova, vagy elmentek valahova gíroszt tenni, ugyanebben a technológiával kapjátok meg, ugye csak ott föl van fűzve nyáson, és akkor ott forog körbe-körbe, és a grill meg süti a húsi részét. Tehát itt az az igazság, hogyha ebből esetleg mondtam másnapra is maradt fogyasztható, akár körettel, akár pitába, akár sülburgonyával, gyönyörű szép a hús. Fantasztikus, forró, jó illata van. Fölül egy nagyon picit jobban megsült, de technikailag teljesen jó. Szépen lefaragjuk a pálcikáról a húsit. Látjátok, mennyi mennyiség jön le. Azért mondtam, hogy ebből bőven 4-5 ember is teljesen bekajálhat. Ugye nem utolsó sorban jeleztem az alján a burgonyát, ez közben vaj puha lett, nagyon finoman megáztatta a csirkének a zsírja, tehát ezt is el lehet fogyasztani. Jó, gyönyörűen levágtuk, kihúzzuk a pálcikát, és visszafele, ismételten ledaraboljuk visszafele a húsit róla. Hát ez már le fog potyogni. Jó, ez körülbelül így néz ki, odébb tesszük a pálcikát, erre még esetleg rávághatunk. Jó, nézzétek meg a burgonyát, csak ezt is megvágom. Gyönyörű, szép, héjába sült burgonya, meg lehet enni, odébb tesszük. Na tehát, én előkészültem már a zöldségekkel és a szósszal, ez is különbözhet ki, mit szeret. Ugye szépen elkezdjük adagolni. Én úgy szoktam, egy pici húsi az aljára, egy kevés saláta, egy pici uborka, egy kicsi paradicsom, különböző lila vörös hagymát tehetünk bele, még egy nagyon pici saláta jöhet, utána ismételt kis sült hús, és nagyon jó kis töltött pitát csinálunk, és ugye a megkoronázása ennek a dolognak, még egy kis saláta hadd jöjjön, egy nagyon-nagyon finom, házilag elkészített, vagy majonézmártás, jelen esetben most majonézmártással leszük, vagy joghurtos bármiféle öntet. Jó, próbáljátok ki, fantasztikus kis cucc, ebédre, vacsorára, stb. Jó, jó étvágyat kívánok! Köszönöm, hogy megnéztétek a videót!